Dr. Vas Gellért vagyok, ügyvéd, a Lassik és Vas ügyvéd irodának tagja és társtulajdonosa. Mosonmagyaróváron végeztem középiskolában, a helyi gimnáziumban, akkor még azzal az elhatározással, hogy az édesanyám pályáját fogom követni és orvos leszek. Gyorsan kiderült, hogy erre megfelelő felkészültségem, tehetségem nincsen lévén, hogy a matematika tagozaton a legkevésbé fekvő szakok a matematika és a fizika volt, így gyorsan a humán tantárgyak felé letettem inkább az érdeklődésemet, és döntöttünk úgy, hogy az apai ágon már egyébként hagyományokkal bíró jogi pályát fogom választani. A döntés úgy tűnik, hogy megfelelő volt, mert nagyon nagy sikerrel felvételiztem akkor a Szegedi József Attila Tudományegyetem jogi karára, maximális pontszámot elérve vettek fel, és kezdtem meg tanulmányaimat. A döntés helyessége később is igazolódott, hiszen nagyon szép eredménnyel végeztem el az egyetemet, népköztársasági ösztöndíjas voltam, tulajdonképpen az egyetemi tanulmányom során egyetlen egy 4-est sikerült abszolválnom, a többi vizsgám, szigorlatom, záróvizsgám, államvizsgám valamennyi jelesre sikeredett. Igen ám, csak az én végzésem időpontjában 1985-ben még érvényben volt az akkori numerus clausulus, ami azt jelentette, hogy ügyvédjelöltként elhelyezkedni csak abban az esetben lehetett, hogy az adott városban, adott ügyvédi munkaközösségben megüresedett hely volt. Én mindenképpen szerettem volna Szegeden maradni erre, viszont esélyem nem volt, ezért több hónapos várakozás után kerültem vissza Mosonmagyaróvárra, ami ugye nem a szülővárosom, de hát gyakorlatilag gyermekkorom óta a szüleimmel ott éltem. Mosonmagyaróváron az akkori ügyvédi munkaközösségben éppen egy hely megüresedett, és így kerültem a munkaközösségbe. Majd az ügyvédi szakvizsga elvégzését követően a munkaközösség tagja voltam, később pedig, miután az ügyvédi szakma úgymond felszabadult és szabad vállalkozási rendszer alakult ki, egyéni ügyvéd lettem, majd az egyik egyéni ügyvéd, helyi egyéni ügyvéd kollégával megalapítottuk a Lassik és Vas ügyvédi irodát, amelynek jelenleg is tagja és tulajdonostársa vagyok. Ügyvédi tevékenységemet alapvetően befolyásolta az egyetemi tanulmányokon szerzett tapasztalat, és lényegében az a körülmény, hogy elsősorban a polgárjog és a gazdasági jog iránt mutatta nagyobb érdeklődést, tehát kevésbé volt számomra szimpatikus jogterület, és remélem ezért nem fog megkaragodni egyetlen volt tanárom és professzorom sem a büntetőjog. Jó lehet furcsa módon, egyébként büntetőjogból írtam az államvizsgámat, és mégis a polgárjogi tanszéken voltam demonstrátor, tehát ez a kezdeteket nagy mértékben befolyásolt, és nagy szerencsémre a 90-es évek végén kezdődött meg tulajdonképpen az a gazdasági fellendülés és változás, ami a jog területére is rendkívül nagy kihatással volt, nevezetesen a társasági jog megjelenése, a vállalkozásokkal kapcsolatos jogügyletek, az adózási kérdések és minden olyan jogi szektor, ami egyébként a vállalkozásokkal egyébként kapcsolatban áll. Mint hogy 1989-ben tettem le az ügyvédi szakvizsgámat, így módon nagyon hamar ezen szakterület felé fordultam, és kezdetben egyéni ügyvédként, majd később az ügyvédi iroda tagjaként és tulajdonos társaként is ezt alakítottam ki fő profillá. Tehát az iroda és jó magam is elsősorban gazdasági és polgárjogi kérdésekkel foglalkozik. Gazdasági jogi vetülete az iradónak a cégképviselet, a cégek állandó és eseti jellegű képviselete, tekintettel arra, hogy jó magam és társam is német nyelven beszélünk ezért. És Mosonmagyaróvár ugye az osztrák határ mellett húzódik, ahol nagy számban voltak a 90-es évek elején német ajkú befektetések, ezért óhatatlanul kapcsolatba kerültünk ezekkel a befektetésekkel, egyfelől azért, mert vállalkozási jogot gyakoroltunk, másfél azon meg német nyelven is beszéltünk, de azt mondom, hogy tulajdonképpen a kezdetektől ezeket a vállalkozásokat és az újonnan alakuló vállalkozásokat támogatjuk, képviseljük. Hála Istennek ebben a tekintetben nagy fluktuáció nincsenek, tehát a megbízásaink azok nem csak elnevezésében, hanem a gyakorlatban is állandó jelleget képviselnek, hiszen nagyon hosszú, szinte már évtizedek óta fennálló jogi kapcsolatunk van azokkal a képviseltekkel, ügyfelekkel, akikkel egyébként a 90-es évek elején akár vállalatalapítás, akár más módon kapcsolatba kerültünk. A
Az iroda kis számban foglalkozik büntetőügyekkel, azt kell mondanom, jelentéktelen számban tulajdonképpen az egész ügyfélforgalom 5%-át sem teszi ki. Ez talán azzal is magyarázható, amit már egy más alkalommal is elmeséltem, hogy a pályán kezdetén egy olyan büntető ügyjel kerültem kapcsolatba, amely hosszú időn keresztül elvette a kedvemet attól, hogy büntetőjoggal foglalkozzak, és rájöttem, hogy az én habitusom, az én lelki alkatom az inkább a gazdasági és polgárjogi kérdéseknek felel meg. A polgárjog területén nem elhanyagolható, a lévén, hogy kisvárosban élünk és kisvárosban látjuk el tevékenységünket, így értelemszerűen egy olyan specializálódás, ami egyébként ami Budapestre vagy a nagyobb megyeszékhelyekre jellemző, nálunk nem megengedhető. Tehát jellemzően mi a gazdasági kérdések mellett polgárjogi ügyetekkel is foglalkozunk, ideértve a civil jogi pereket, a civil jogi peren kívüli tanácsadást, illetőleg viszonylag nagy számban szerződések kötését, nem csak ingatlanadásvételeket, hanem egyéb civil jogi aktusokat is magában foglal. Tehát tulajdonképpen így ölelhető fel az irodánk, mint vállalkozás, mint közös vállalkozásunk profilja, és azt kell mondanom, hogy ebben viszonylag állandósult helyzet mutatkozik, tehát hosszú időn keresztül azonos profil jellemzi ezt az irodai tevékenységet, ebben nagy váltás nem volt, és ami szerintem rendkívül szerencsés, az, hogy az ügyfélkor is meglehetősen stabilnak tekintető. Figyelembe véve persze azt is, hogy természetesen újra és újra ügyfelek jelennek meg a palettán. Az iroda két ügyvéddel és általában ügyvédjelölttel működik. Fontosnak tartjuk egyébként az ügyvédjelölti képzésben, hogy az ügyvédi szakmának ne csak az előnyeit, hanem természetesen aznak esetleges hátrányait is bemutassuk. Sokan azt gondolják, az ügyvédi szakma abból áll, hogy az ügyvédi szakvizsgát leteszem és azonnal sikeressé válok. Emögött azonban óriási felelősségvállás, nagy teherbírás és sok-sok munka. Visszakanyarodva az egyetemi tanulmányaimhoz, tulajdonképpen a későbbi sikereket ez alapozta meg, hiszen az egyetemet, mint említettem, népköztársasági, akkori elnevezéssel népköztársasági ösztöndíjjal fejeztem be. Az egyetemi tanulmányom során jelentek meg publikációm és versenymunkáim is, amivel szintén sikerült első díjat elérnem, sőt, büszkén emlékszem arra, hogy két alkalommal is az egyetemek közötti országos perbeszédversenyen első helyezést értem el. Fontosak voltak ezek az egyetemi sikerek, mert egyébként meggyőződésem az, hogy egy ügyvéd akkor tud sikeres lenni, hogyha megalapozott tudással vértezte fel magát az egyetemet. Tehát sosem voltam híve annak az álláspontnak, hogy elég az egyetemet csupán elvégezni, és majd a gyakorlatban mindent megtanulni, mert aki a gyakorlatban szeretné bepótolni azokat a hiányos ismereteket, amelyet az egyetem elvégzésével kapcsolatos kifogásolható odafigyelés eredményezett, az valószínűleg nem fogja tudni ezt már soha többé pótolni, mert az eligazodás az egy nagyon biztos alapú materiális tudás, anyagi jogi tudás kell. Furcsa módon az egyetemi sikerek, ha úgy tetszik, díjakban, vagy első helyezésekben, vagy egyéb elismerésekben a pályafutásom során nem jelentek meg. Ez talán abban magyarázható, hogy egy kisebb városba kerültem, onnan a publikációk lehetősége mégiscsak korlátozottabb. Ráadásul egy kisebb városban az a körülmény, hogy a jognak egy meglehetősen széles palettáját felfogva kell tevékenykedni, ez egyébként ráfordításban, teherbírásban is rendkívül módon jelentkezik. Tehát a mindennapjaimat inkább a munka tette ki, és a sikereimet abban éltem meg, hogy az ügyfelek egyre nagyobb számban jelentek meg, sőt úgy gondolom, hogy az igazi siker az, amikor egy-egy ügy kapcsán az ellenérdekű fél fog később ügyfélként jelentkezni. Tehát én mindig azt láttam és azt éreztem a legnagyobb sikernek, amikor egy nyertes per követően az ellenérdekű fél egy másik ügyben jelentkezett nálam, és azt mondta, hogy ügyvéd úr, a teljesítmény az olyan színvonalú volt, hogy azt gondoltam, hogy a következő képviseletem mellett önt kell megbízni. Ez egyébként azt gondolom, hogy tartalmilag két nagyon fontos pozitív választ ad a pályafutásomra. Egyrészt az, hogy a szakmai felkészültség nyilván folyamatosan
folyamatosan gyarapodott és folyamatosan vált pozitívabbá. Ezt igazolja vissza egy ellenérdekű feljelentkezik. Másrészt azt is, hogy valószínűleg a szakmai felkészültség mellé párosuló habitus és emberi hozzáállás is megfelelő volt. Én szenzitív embernek ítélem meg magam, tehát az ügyeket és az ügyfeleket megfelelő érzékenységgel kezelem. És azt gondolom, hogy a mi feladatunk ügyvédként a jogi képviselete ellátás és a jogi tanácsadás mellett tulajdonképpen az is, hogy az ügyfelet egyensúlyba hozzuk önmagával és az ügyet. Tehát nagyon fontos, hogy az ügyfél megelégedéssel távozzon tőlünk. És a megelégedés nem csak abban az esetben manifesztálható, hogyha egyébként egy nyertes ügyet viszünk végig, hanem akkor is, hogyha az ügyfél úgy érzi, hogy jó helyen járt, ahol meghallgatták, ahol a problémáira megfelelő választ kapott, ahol emberi módon tudott egyébként kommunikálni az ügyvéddel. Nem tartom helyesnek, hogyha az ügyfél relációjában egy hierarchikus viszonyt kívánunk kialakítani, és arra törekednénk, hogy az ügyfél mindenáron tiszteletet adja meg nekünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben a kapcsolatrendszerben a partneri kapcsolat és a partneri kiszolgálás. Ez egyébként az hitvallásom egyik lényeges alapeleme is. A másod pedig az, hogy ne csupán a sikerekre támaszkodjunk, és ne csupán sikerorientáltak legyünk, hanem próbáljunk meg adott esetben a sikertelenségekből is sokat tanulni, és abból tapasztalatokat leszűrni. Jó magam is természetesen a sikerekre törekszem, hiszen ki az, aki a saját szakmájában nem a sikereket szeretné megélni, de talán kedvező tulajdonságonként hozható fel az is, hogy a sikertelenségekből is tudok táplálkozni. Sosem másban keresem ilyenkor a hibát, hanem elsősorban magamban. Mit lehetett volna másként tenni? Mi az, amiben még jobban el kellett volna mélyedni? Hol az a hiba, amit egyébként a következő alkalommal javítani tudok? Tehát a két fontos dolog, ami szerintem a szakmánkat végig kell, hogy kísérje, az egyik az ügyfelekkel szemben támasztott tisztelet és humanitás, a másik a szakmával szemben támasztott alázat, a harmadik pedig a siker, adott esetben a sikertelenség elfogadása és az abból történő építkezés. Amikor a családomról beszélek, akkor feltétlenül ki kell elemennem a szüleim szerepét, mind a pályafutásomban, mind az emberi mi voltam alakulásában. Édesapám már nagyon régen elhunyt, de a pályaválasztásban óriási szerepe volt, maga is humán beállítottságú férfi volt, és én azt gondolom, hogy tulajdonképpen régi vágya volt az, hogy megvalósítsam, hogy ezt a szakmát megvalósítsam, egyáltalán a szakmának résztvevője legyek, és azt megfelelő szinten üzzem. Aztán később testvérem is egyébként erre a pályára került, és mellettem, egyén ügyvédként mellettem ügyvédkedik. Édesanyámról nem lehet megfeledkezni, édesanyám egyébként Moson-Magyaróváron egy köztiszteletben álló immáron, ki sem tudom számolni, 1965 óta dolgozó gyermekorvos, körzeti gyermekorvos, aki több generációt nevelt fel. Az én célom is az, hogy több generációt tudja képviselni Moson-Magyaróváron, és olyan alázattal és tisztelettel, hogy ezt ő tette. Házassági kapcsolatban élek, házastársam a Győri Filharmonikus Zenekar koncert mestere, immáron több mint 20 éve, kiváló művész, rendkívül nagy élvezettel hallgatom a koncertjét és a hegedű játékát, mert gyönyörű és professzionális szinten űzi a szakmáját. Két gyermekünk született a házasságból, két lánygyermekünk, nagyobbik lánygyermekünk Dóra, Kihályi Béla Isten gimnáziumban jelenleg harmadik osztályos hallgató, tanuló, a kisebbik gyermekünk Eszter, aki a helyi Kossuth Lajos gimnáziumban 7. osztályos tanuló. Hát ebből is látszik, hogy nagyon nálunk. Jó lehet a szakmában, általában mindig is meghatározó próbálok jelenni, de ezt otthon azzal kell kompenzálnom, hogy alávetettségben vagyok. Persze ezt most némi iróniával, vagy inkább csak humorral próbálom lepezni. Valójában egy jól működő családról van szó. Feltétlenül szót kell említenem házastársam szüleiről, akik rendkívül nagy szerepet vállaltak egyébként a gyerekek nevelésében. Anyósom nyugdíjas pedagógus nőként szinte mindkét gyermeknek az általános iskolai felkészülésében napi rendszeressége jelen volt, tehát óriási áldozatokat hozott. Apósom pedig rendkívül felkészültségével, tudásával és
jó hangulatú, jó humorú fellépésével maga is óriási szerepet vállalt a család életében, és szerepet vállal jelenleg is. A szabadidős tevékenységet kezdetben azt határoztam meg, hogy az egyetemen ilyen sportoló voltam, kosárlabdáztam, és értelemszerűen, amikor abba hagytam ezt, és visszakerültem Mosonmagyaróvára, akkor is próbáltam a sport területén maradni. Kezdetben kosárlabdáztam, majd teniszezni jártam, kollégákkal, barátokkal fociztam. Sajnálatos módon a sportolókat általában a pályafutásuk végén, vagy 10-20 évvel később érő betegségek az engem is érintettek, és ma már olyan ízületi problémákkal rendelkezem, ami nem teszi feltétlenül szerencséssé a teniszezés vagy a labdarúgást, így sajnálatos módon ezt az aktív sportolást kénytelen voltam elhagyni. Miután az aktív sportolást nem tudtam már folytatni, keresnem kellett valamilyen más hobbit, amely kevesebb mozgással jár. Ezt meg is találtam a borozásban. Ugye ezt csak ülni kell, illetve pincét látogatni, úgyhogy a 90-es évek második felétől kezdődően előbb Mosonmagyaróváron alapítottunk egy borklubot, mert tagja lettem az Európai Borlovaglend magyarországi szekciójának, és szabadidőm jelentős részét szívesen áldozom a borok kóstolásának és a gasztronómia élvezetének.